Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket. Önök most egy virtuális stúdióban ücsörögnek velünk együtt, itt május 9-én szombat délelőtt, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm következő előadónkat, Kassai Lajos urat. Szervusz, Lajos! Szervusz, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat! Egy két hete fölhívtalak, amikor megbeszéltük ennek a riportnak a részleteit, és azt mondtad, hogy a te életedben az égvilágon szinte semmilyen változás nincsen, mert a természethez közel ugyanazt csinálod, amit egyébként szeret csinálgatni. Ott vagy az állataiddal, ott vagy a családoddal, és egy olyan természetes környezetben, ahol tökéletes biztonságban érzed magad, és nem is tudod, hogy miről beszél a világ. És Igen, most azért annyival kiegészíteném, hogy számomra nagyon, nagyon pozitív hatásai vannak ennek a karanténnak, mert önszántamból nem szálltam volna le arról a ringlisről, amivel nagy sebességgel pörögtem. Úgy, hogy én nagyon szeretem ezt a ringlist, tehát nagyon szeretem mindazt, amit csinálok, de rengeteget utaztam, és ezek az utazások, ezek már megterhelőek voltak számomra. Most itt már a 60. életévenben vagyok, és annyira ragaszkodom, annyira szeretem ezt a helyet, és minden pillanat, amit távol töltök a völgyemtől, az nagyon nehezen viselem. Az idei évben én már Dél-Afrikában voltam, edzőtábor tartottam, pályát adtam át, voltam Katarba, voltam Törökországba, és amikor jött ez a karantén, akkor egy angliai utat mondtam vissza. Természetesen nagyon sok bemutató előadás maradt el, és itt maradtam a völgyembe végre, és tudtam egy kicsit az elmaradt dolgaimmal foglalkozni. Most két fiatal bivajt tanítok, két csikót és négy kutyát, de miután ez egy rendhagyó riport, ugye úgy volt, hogy lesz ez az előadás sorozat, és amire meghívtál, amire én nagy szeretettel igent mondtam. Most én nem tudtam elmenni, de én elhoznám a nézőket ide a völgybe, hiszen most a technika megadta ezt a lehetőséget, és bemutatnám ezt a kis világot, hogy hogy is néz ki. Azt a fajta közösséget, amit állatokból, emberekből, növényekből tevődik össze, hogy is vagyunk. És ebből a fajta közös együttlétből, a különböző állatokkal való kapcsolatból azért itt kirajzolódik egy kis világ. Annyit szerettem volna csak erre elmondani, hogy ezt a ringispirt jó magam is megélem. Nem feltétlenül körbejárom a világot, viszont amit te csinálsz, ez egy olyan fajta küldetés, amit én nem is munkának mondanék, mert hogyha ezt a fajta mentalitást, ezt a fajta életérzést, ezt a fajta a magyarságot maximálisan átítató dolgot el tudod vinni a világ különböző tájaira, akkor ez olyan fajta gondolatvírus jó értelemben, tehát ne a vírusot most ne úgy értsük, hogy valami ártó dolog, ami ott elkezd a fejekben mozgolódni, és ugyanoda el tudnak jutni, ahova te eljutottál, és nagyon sok olyan ember, akivel egy közösséget alkottok. Hogy mutatnád be egyébként a tanyát? Kis telefonnal most körbe szaladnánk, vagy elmondanád, hogy képzelted? Hát megfordítom a kamerát, jó? És hogyha kinézzünk az ablakon, nem tudom, látjátok-e, itt vannak a legelőső libák. Aha. Megvan? És egy kicsit körbeviszlek benneteket. Itt ez egy nagyon, nagyon pici kis ház, 5 méterszer 10 méteres. Én minimalizálom az életteremet. Itt van egy kis cserépkáj, ha látod, ennek a cserépkájának van egy ilyen sütő része, ahol tényleg nagyon jó krumplit, meg kenyeret, meg mindenfélét lehet sütni. Itt van a feleségem és a kislányom, most éppen a konyhát ápolják. És, yes, és akkor megyünk tovább, mindjárt fölkapom a... Itt természetesen az íjak tömege elmaradhatatlanul. És akkor kilépünk, itt már mindjárt van egy házőrző, itt a bejáratnál, nem tudom, látszik ez a tigris. Igen. Igen, itt van. És akkor most kilépünk abba a térbe, ami tele van élőlényekkel. Itt vannak a libák, mindenütt ott vannak. Jó a kép? Lehet látni? Tökéletes lehet látni. Csak vigyázz, hova lépsz, is, mert tudod, ahol liba van, ott liba fos is van. Igen, itt mindenütt van. Mindenütt van. Aha. Itt van a holló. Aha. Látod? Látom. Mert volt vele közös élményünk, amikor beterelted ezt a kis kalitkájába, a lakásába, nem tudom, hogy ki volt.
Hát ő egy nagy, nagy területvédő. Nagy területvédő, gyere szépen, gyere. Jó, ügyes vagy. Ügyes vagy. Megyünk tovább. Ez a farkasverem. A farkasveremben van egy vaddisznó, látod? Aha. Igen, Maleska, szevasz. Utoljára nálad jártam, ez ott volt a küszöbödön a lukált. Igen, most behúzódott ide. Malacka, aha, gyere, Malacka, gyere, gyere, ébresztő. Gyere, Malacka, gyere, gyere, nem alhatsz egész nap. Gyere szépen. Gyere, 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 gyere. Gyere, 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 gyere. Gyere. Malackának az a története, hogy őt egy állatkereskedésbe vásárolták. Egy állatkereskedésbe vásároltak, és egy édes kismalac volt. Ott a sarokban meg egy írfarkas van, őt is megmutatjuk. Közben megérkezett a holló, mert neki is itt jelen kell lenni. Tehát aha, itt már mindjárt egy kis közösség vesz körül bennünket. Tehát őt egy állatkereskedésbe vásárolták, és egy édes kismalac volt. És úgy döntöttek, hogy a lakásba fogják tartani. Aha. Na most jelen állapotában a kis vaddisznó 160 kiló. És azt hiszem, hogy érthető okai vannak, hogy hamar feladták ezt az elképzelést, hogy ezt a lakásba fogják tartani. Nagyon, nagyon érdekes az emberek viszonya az élő környezettel, az állatokkal, mert teljesen infantilis módon közelítik meg. Úgy jó ötletnek tűnik, nem tudom, látod-e a kislibákat? Látom. Ott már van két kisliba az anyukájukkal, és itt ezek a libák, ezek mindenütt ott vannak a völgyben legelő állatok. Szemben a kacsával, ami elsősorban vízi állat, ő inkább a vizeket kedveli, de a libák épp úgy legelnek, mint a lovak, látjátok? Uh-huh. Itt van egy kis konyhakert, úgy néz ki, mint egy erőd, akác deszkákkal körülvéve, hogy ide ne tudjanak bejönni a vaddisznó, a biva és a lovak. Mert levegelnének mindent. Hát szétturnának mindent, és akkor itt van egy kis tyukudva. Itt van négy kölyök. Négy kölyök kutya. Három kuvasz és egy mudi. Aha. Ők most... Nem. Nem. Na, sziasztok. Na, sziasztok. Na, sziasztok. Na, sziasztok. Ül. 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 Ők fél évesek. Aha. Ők fél évesek, és hát ők hivatottak lesznek arra, hogy majd ezt a területet őrizzék. De libákat ne hordja el. És hát ez egy tyukudvar, ez egy elég nagy tyukudvar. Itt nyilvánvalóan az alapmotto az, hogy tartsd a jószágot természete szerint, tehát minden állatnak legyen meg a sajátos élettere, és az szerint éljen. Aha. Mert így tudunk teljesen harmóniában lenni. Nagyon nagy terület van a tyukoknak, és látod, van egy zárható belső tyukol, ami az éjszakai ragadozóktól megvédi őket, mikor bemennek éjszakára. De hát nyilvánvalóan ezeknek a kis fiatal kuvaszoknak az lesz a szerepe, hogy ezt a területet őrizzék, védjék, hogyha majd felnőnek, és olyan, ahogy mondtam, most fél évesek, és olyan két éves korukban fogják... Nagyon okosan. Lajos, hogyha ilyen buta kérdés feltehetek, hogy döntenél kuvasz vagy komondor között? Nem tudom, hát ez már csak a szimpátia. Aha. Ez már csak a szimpátia. Nekem a kuvasz valamiért jobban tetszik, közelebb áll hozzám. És a 9. században itt a fenékpusztai leletben már ott van, tehát a honfoglaló magyarjainkkal ott volt a kuvasz. Ez nem azt jelenti, hogy akkor találták ki, jóval régebbi ez a csodálatos élőlény. Megyünk egy picit még, sétálgattunk, keresünk lovakat, mert ők is itt szabadon kószálnak a területen. Egy történetet azt hiszem fontos megosztani, hogy a felvilágosodás korát megelőzően olyan 40 kutyafaj fette le mindazt a tevékenységet, amire az embernek kiegészítésképpen szüksége van. Tehát itt volt az őrzés, védés, a vadászat, a nyomkövetés, és minden olyan funkció, amit
úgy gondolt az ember, hogy a farkassal meg tudja osztani, hiszen a kutyák a farkasoktól származnak. Tehát 40 darab kutya. Most a felvilágosodást követően elindult egy öncélű folyamat, aminek a végeredménye, hogy olyan 400-800 kutyafaj van. Tehát az ember a hóbortjait próbálta kiélni, és mindenféle típusokat hozott létre. Nagyon sok ezek közül szinte életképtelen, de látszik az, hogy valahol az a fajta gyakorlatias megközelítés, ami azt a célt szolgálta, hogy megosszuk a feladatokat, kiegészítsük egymás munkáját, az megszűnt létezni. És a mai korra jellemző az, hogy az ember nem tudja, mit akar. Nem tudja, mit akar, tenyészt, vásárol, szeretne egy kutyát. Igazából olyan kutyákat vásárolnak nagyon sok esetben, amik nem funkcionálnak egy adott területen. Tehát azért van itt a kuvasz, mert ezt a területet neki védeni kell, és ez évezredek alatt erre lett kiszelektálva. Tehát ezt nagyon jól fogja csinálni. Látod azt, hogy egy tyúkudvarban élnek a kutyák. És nem bántják a tyúkokat. Úgy élnek ebben a tyúkudvarban, hogy ők őrző feladatot látnak el, tehát a gazdának életük árán is meg kell védeni az ingatlan tulajdonát, beleértve itt mindent. Tehát az elő nem fordulhat, hogy ők elkezdik a libákat meg a tyúkokat itt megenni, hiszen az ő feladatuk ezeknek pontosan a védelme. Tehát van egy funkció, és erre a funkcióra gyakorlatilag ezek a kutyák megfelelnek. De nagyon a kutya az egyetlen olyan élőlény, ami feltétel nélkül kinyalja a gazdája seggét, és nagyon sokan ezért fordulnak felé, egy ilyenfajta társat keresnek, de ez nem így volt, tehát azért a történelmet nem így éltük meg, hanem úgy, hogy ők társaink voltak. Ami rendkívül fontos az ő életükbe, mert nekik kell a feladat. Tehát az, hogy nekik menni kell, mozogni kell, közösen. Gyertek, Falka! Közösen kell feladatokat végrehajtanunk, és van egy nagyon nagy séta, körbejárjuk a területet, megnézzük, hogy minden rendben van-e, és amikor megérkeztünk, akkor megkapják a kis reggeliüket, vagy este a vacsorájukat, és érzik azt, hogy mi egy közösség vagyunk. Tehát dolgunk van, feladatunk van, együttműködünk, és ez mentálisan, fizikailag, mindenféle szempontból nagyon, nagyon rendbe teszi őket. De ugye itt a felvilágosodás korát követően megjelent ez az önmagát, az élet céljait, a miért születtem erre a világra kereső ember, és ez amit az ember önmagában megél, ezt rányomja a környezetére is a bélyegét, mert teljesen öncélú, nagyon sokszor a természettől teljesen elrugaszkodott őrületeket kerget. Hát én viszont pontosan arra törekszem, hogy minden a helyére kerüljön, a jószág természete szerint éljen, és ez a lovasi jászattal indult, azzal, hogy a lovasi jászathoz ló kell, a lóhoz pedig egy gazdaság kell, ahhoz egy terület kell, és itt szép lassan, lépésről lépésre építettem én föl a kis világomat, tele tévedésekkel, tévutakkal, téveszmékkel, amit az ember így cipelt magával, de szép lassan már ez kezd letisztulni, és a funkcionalitásban, amikor minden a helyén van, akkor kirajzolódik egy ilyen nagyon, nagyon egészséges világ, hogy iszonyatosan jó vagyunk mi itt együtt. Szeretnék kérdezni valamit, hogy én is egy hasonló területen vagyok, hát egyelőre itt csak a vadak élnek meg. Hogy lehet ezt megtanulni, ugye? Mert ide kijössz, és azt mondod, hogy te most akkor elkezdesz termeszteni, tenyészteni, ültetgetni, de abszolút nincsen tapasztalatod, mert a szülőktől már nem vetted át, mert nem volt cél meghatározás, nagyon jól fogalmaztad meg, hogy hol tudná az ember fölvenni az egész szarvát ebbe az időbe, hogy valami hasonlót hozzon maga körül létre, amit te létre tudtál hozni. Ezt tanulni lehet, hogy el lehet menni hozzád. Gondolom, most nem vagy kíváncsi 10 000 emberre, hogy meg lehetjenek ott. Megmondom őszintén, hogy nagyon szívesen osztom meg az emberekkel, tehát ez a völgy, ez pontosan azért jött létre 32 évvel ezelőtt, hogy aki érdeklődik itt az íjászat iránt,
annak én itt ezen a területen be tudjam mutatni azt, hogy hogy kell megfogni az íjat, hogy kell lőni. És 32 évvel ezelőtt minden hónap első szombatján gyakorlatilag itt összegyűltünk. És az, hogy én mindig megosztottam azt, hogy éppen hol tartok, hogy itt halad előre az íjászat, aztán megjelent a ló az életemben, mert én először a honfoglaláskori magyar íjat rekonstruáltam, de nem találtam a helyét a mai sportok között, és hát ezzel az íjjal lóra kellett szállni, és ahogy lóra ültem, íjjal a kezembe leadtam az első lövést, hát gyakorlatilag akkor a dolgok a helyükre kerültek, tehát minden a helyére került. Mindennek megjött az értelme az életembe, és minden fókuszálódott ennek a helynek, a szellemnek és az időnek egy ilyen közös fúziójából létrejött mindaz, amit itt láttok, egy magyar sport, egy modern, rendkívül jó felépített edzés elméletében, sportszabályrendszerében, egy olyan sportág, a lovasi jászat, ami a világ minden részén most már kezd teret hódítani. És nyilvánvalóan úgy kezdtem én is, hogy a lónak istálló kell, hogy zabla kell a ló szájába, és azt rángatni kell. Tehát mindent rosszul csináltam. Mindent rosszul csináltam, mert csináltam azt, amit a környezetem csinál, de valahogy úgy éreztem, hogy ezt nem így kéne, de hogy kéne, ezt nem lehetett tudni, de 90-es években találkoztam először természetes lókiképzéssel, és láttam azt, hogy hát egész másképp lehet állatokkal bánni. Megismerkedtem Monty Robertszel, akit mint a Suttogót ismerik, többször járt itt nálam, én is voltam már nála Kaliforniában, annyi idős, mint édesapám, de vannak kitűnő képviselői ennek a világnak, nagyszerű emberekkel ismerkedtem meg, akiktől nagyon sokat tanultam, és hát kezdtem levetkőzni azokat a rossz beidegződéseket, amik ugye a társadalomban ott vannak. De nagyon sokat segített ebben az izoláció, az, hogy én a világtól valamilyen biztos távolban ezt meg tudtam valósítani, és ki tudtam kísérletezni azt, hogy ezek a különböző kis létformák hogy tudnak együtt élni. Nézd csak, ott vigyázza a területet a holló. Látod, ott fönn van a fel. Nem jössz le? Nem jössz ide? Eseményben valószínűleg. Igen, figyeli az utat. Az embereknek, hogy milyen lehetőséget ad nekik ez a mostani helyzet, hogy változtassanak az életükön? Azt nem tudom, hogy az embereknek milyen lehetőséget ad, mert az emberek nagyon sokfélék, és ezt mindenki másképp éli meg. Van, akinek ez rendkívül nagy hasznot hoz, főleg akik az élelmiszeriparban vannak, vagy olyan területen dolgoznak, ahol most egy ilyen szükségállapotban az általuk előállított termékre szükség van. Vannak, akik szinte tönkre mennek, azért, mert éppen színészek, vagy éppen a turizmussal, vagy az életnek olyan területével foglalkoznak, ami megállt. Most én is ezek közé tartozom, de közben megérkeztünk a lovakterembe. Ez egy pár mondatot. Igen? Egy pár mondatot erről, légy szíves. Így van. Tehát ennek a lovakteremnek az a funkciója, hogy itt létrejött egy közösség, a világ minden részén vannak már nemzetközi bírók, akik ezt a rendszert a saját hazájukban, az Egyesült Államoktól át Kínán keresztül, Dél-Afrikán át Oroszországig és Európa számtalan országában ezt képviselik. És itt minden évben, bocsánat, a magyar vezetők évente kétszer találkoznak itt, ott fönt lehet látni egy kis könyvtárat. A magyar vezetők évente kétszer találkoznak, ülünk le és beszéljük át a világ dolgait, a nemzetközi bírók pedig a világ minden részéről két évente jönnek ide, és gyakorlatilag ez a lovakterem ad otthont ma jelenleg a lovasi jászat vezérkarának. De visszatérve ez, hogy nagyon vegyes, tehát ez borzasztó vegyes ez a kép, tehát van, aki tönkre tesz ez a dolog, van, akit hatalmas pénzhez juttat, hiszen olyan termékek állnak a rendelkezésére, amik most keresettek. Aztán vannak semleges dolgok. Engem érzékenyen érint,
megszűntek a bemutatók gyakorlatilag, megszűntek a történelmórák, megszűnt az oktatás, megszűnt minden olyan dolog, ami megszűnt a kereskedelem is nagy része, ami gyakorlatilag itt a bevételi forrás jelenti, és ezért nekem vannak alkalmazottaim, akiket ezzel párhuzamosan fizetni kell. De megmondom őszintén, hogy én nem élem föl a tartalékaimat, és én tudom azt, hogy az nem egy természetes folyamat, amikor minden rendben van, hanem bizony az Isten néha megrázza ezt a pofonfát, és aztán kijut ebből mindenkinek. Nagyon fontos az, hogy rendelkezzenek az emberek tartalékokkal, nagyon fontos az, hogy föl tudjanak építeni egy olyan világot, amire támaszkodni tudnak. Most mondanák azt, hogy könnyen beszél a kassai, hiszen egy ilyen paradicsomi állapotban van, de a kassainak kilógott a seggel gatyájából 32 évvel ezelőtt, amikor ezt a helyet csak béreltem egy állami gazdaságtól, még a szocializmus alatt, és még nem volt rá remény se, hogy meg tudjam venni, de kibéreltem a területet, és mindenki rajtam röhögött, hogy hát miért bérelem én ki ezt a völgyet, ezt nem lehet főszántani, nem lehet megművelni, nem lehet itt csinálni semmit. Aztán szépen lassan 32 év munkával eljutottam odáig, hogy fölépült ez a rendszer. Ami most látszik, ez több mint 3 évtized, és én mindenkit arra biztatok, hogy tartalékait ne élje föl. Nagyon fontos az, hogy a természettel kapcsolatban legyen. Nagyon fontos az, hogy a jövőjére kell gondolni. Ez a vírus, ez egy bagatell dolog. Mindenféle szempontból bagatell dolog. Bagatell az egészségügyi hatása. Nyilvánvalóan most nem akarom elbagatellizálni, mert egy ember élete is óriási kár, amit a hozzátartozók vagy egy közösség elveszít, de hát ha megnézzünk egy influenza járványt, akkor jóval nagyobb a pusztítás egy influenza járványkor, csak a PR-ja rosszabb az influenza járványnak. Ez a különbség. Gondoljunk abba vele, mi lenne itt, ha 2 hónapig áramszünet lenne. Te el tudod azt képzelni? Én elmen saját áramom van, saját vizem. De tudom, mi lenne itt egyébként. Tehát, hogy De képzeljük el, hogy áramszünet lesz, és képzeljük el, hogy előbb-utóbb a gáz ki fog fogyni, mert nem akarnak az emberek ebbe a dologba belegondolni, és szerintem el kell kezdenünk fölépíteni egy olyan jövőt, amit nem élünk föl. Tehát muszáj támaszkodni valamire. Mi lenne az első lépés? Elkezdtünk egy gondolatmenetet, csak közben a hollomászásért át itt van. Elkezdtünk egy gondolatmenetet, hogy itt a lovasi jászattal kapcsolatban, a lovasi jászattal kapcsolatban volt néhány fölismerés, amit ez a több mint 3 évtizedes gyakorlás hozott magával, mégpedig az, hogy a céllal rugalmas kapcsolatban kell lenni. Amíg a talajon szilárdan állsz a lábadon, megfeszíted az íjat, ott egy fix pofacsontra húzással, egy merev kapcsolatot létrehozol a céllal. Addig a lovasi jászatban mindezt egy vágtató lovon teszed, ott minden bizonytalan, minden mozog, és hogyha teszem azt, egy feldobott korongot kell eltalálnod, akkor megpróbálom közben a kamerát visszafordítani. Tehát ha egy feldobott korongot kell eltalálnod, akkor ott aztán tényleg érvényes az, hogy a céllal rugalmas kapcsolatban kell lenni. És ezeket a felismeréseket, amiket a harci művészetek gyakorlásából, mint eszenciát kivonunk, ezeket aztán érdemes átszemezgetni az élet különböző területére, és végig gondolni azt, hogy van-e fontosabb dolog annál, mint hogy Istennel rugalmas kapcsolatban legyünk. Van-e fontosabb dolog annál, hogy átvitt értelemben is rugalmas kapcsolatban legyünk a céljainkkal. Tehát a saját céljaim, amit én szeretnék elérni, ne legyek merev kapcsolatban vele. Na most ezek a felismerések, és az, hogy én a mindennapi gyakorlás, én a riport előtt természetesen lovon voltam, és a mindennapi gyakorlataimat végeztem, ami már inkább egyfajta meditáció, tehát én már nem a versenypályákra készülök, hanem egy kis befelé fordulás, egy harci művészet, ez egy rendkívül jó önismereti út, és egy nagyon jó lehetőség arra, hogy a személyiségedet tudjad alakítani, változtatni a hibáidat. Tehát ez a fajta rugalmas kapcsolat, ez felhívta a figyelmemet arra, hogy,
hogy nagyon fontos a kontinuitás a múlttal, nagyon fontos kapcsolatban lenni az őseinkkel, a történelmünkkel, azzal, hogy mit csináltak, de nekünk ma kell megvalósítani. Tehát nem jó a regresszió. Tehát az a múlttal, egy merev kapcsolatban lenni a múlttal, egy merev kapcsolatban lenni a történelme, egy merev kapcsolatban lenni az őseiddel, ez nem jó, az regresszióba visz. Látni kell az ő világukat, mindent meg kell tenni annak érdekében, minél többet megtudj róluk, hogy hogy éltek ők, hogy oldottak meg feladatokat. Hiszen egy 21. századi embernek nem úgy kell a természetben élni, mint egy 9. századinak. Mi is élhetünk a természetben, csak itt a 21. század lehetővé tette azt, hogy most én egy mobiltelefont tartok a kezembe, ennek a mobiltelefonnak beszélek, és majd állítólag ezt emberek meg fogják nézni, és lehet, hogy fölkerül a YouTube-ra, és sokan látják. Tehát ez a 21. század, ennek nem szabad hátat fordítani. Nem tudok jobbat, mint Kossuth Lajos mondott, mégpedig azt, hogy aki a múltban él, az élve is halott. Aki a jövőben él, az csak halála után fog élni. És igazából csak az a ma embere, aki a mába tud élni. Nagyon fontos a jelenünkkel a kapcsolat, nincs hova menekülni, tehát se térben, se időben nem tudunk önmagunk elől sehova elmenni, tehát mindenütt önmagunkkal vagyunk együtt, és ez egy nagyon fontos dolog, és megérkezett a... Megunta, nem szabad. Megunta, hogy veled beszélgetek. Én nem láttam még ilyen barátságot, ami neked ezzel a hollóval van. Először találkoztunk és elcsodálkoztam, hogy mennyire, mint a nem testvér, házastárs, minden, ami benne van ebben. De hát figyelj, de hát az a csodálatos, hogy az ember az élővilággal ki tud alakítani egy ilyen kapcsolatot. Tehát nagyon jó, tényleg. Hát most őról azt kell tudni, hogy egy fészekből kiesett kis ágról szakadt madárról van szó, akit bevittek a győri állatkertbe, és onnét kerestek meg, hogy vállalnám-e a gondozását ennek a kis ágról szakadt fiókának. És hát most már ő szabad egyébként, tehát itt szó nincs arról, hogy ő kalitkában élne, de ezt gondolom jól látszik ezeken a felvételeken. Olyannyira, hogy el szokott menni néhány napra, 2-3 napra, de tavaly decemberben lelépett, és februárban még mindig nem jött meg. És azt mondtam, hogy jó, akkor valószínű, abban reménykedtem, hogy nem evett mérget, nem ütötte el autó, nem csapta le az áram, tehát hogy reménykedtem, hogy jól van, esetleg talált egy párt magának. Február végén berepült a konyhaablakba, bekopogott a feleségemnek, a feleségem kinyitotta az ajtót, rászállt a karjára, és bevitte a helyére. És megmondom őszintén, hogy a mi kapcsolatunkat az ő szabadsága tesz ilyen szorossá. Tehát ő nem él bezárva, ő nincs megkötve, nem él fogságban, tehát ő neki megvan az a lehetőség, hogy akkor megy innét, amikor akar, és kipróbálta ezt az elment 3 hónapra, és valószínű, miután visszatért, megmondom őszintén, hogy szorosabb lett a kapcsolatunk. De hát itt minden állat így él, hogy menjél, ha akarsz, de hát egy hülye vagy, ha innét elmész, mert a jobb hely a világon nincs. Úgyhogy... Nagyon érdekes dolgot vetettél föl, hogy az emberek mennyire tudnak élni a szabadsággal, mert mindenkinek ott van a lehetőség az, hogy a szabadságot válaszol, és nem az, hogy be van kötve egy irodába, egy olyan társadalmi közegbe, amit hívunk, hogy komfortzóna, és azért szinte minden felad, most lehet látni, hogy nem gondolkodik ezen a víruson sem, mindent elfogad, ha kell, beoltatja magát, ha kell, véget, ha kell, megy a vágóidra. Sokan ez a dolog, amit úgy hívnak, hogy szabadság. Mi kell ahhoz, hogy az emberek inkább a szabadságot választák, és ne menjenek el abba az irányba, amit most úgy érzem, hogy rájuk akarnak kényszeríteni, hogy még jobban elveszik a jogaikat, még jobban diktálják az életüket, és sokkal jobban félnek a szabadságtól, mint ettől a fajta bekötöttségtől. Nézd, nagyon nehéz erről beszélni, mert én 35 évvel ezelőtt hoztam egy döntést, hogy elindulok ebbe az irányba, és egyáltalán nem látszott az, hogy én egy boldog életet fogok élni. Tehát, hogy ma az ember, van egy nagyon jó Fellini film, ahol megjelenik a papnál a hívő, és ilyen teljesen
megtört arccal azt mondja, hogy atyám, én nem vagyok boldog. Mire a pap odafordulna, de fiam, hol van az megírva, hogy neked boldognak kéne lenned? És tehát, hogy az emberek a... Nagyon érdekes, mert ha megfigyeled ma a célkitűzéseket, nagyon sok fiatalnál is sikeres akar lenni. Aha, még nem boldog. Sikeres akar lenni, de én nem akartam sikeres lenni, én szerettem volna jó íjakat készíteni, tudod? Uh-huh. Nekem nem volt ilyen célom, én szerettem volna jó íjat csinálni, és amikor ez a jó íj megszületett, akkor szerettem volna eltalálni a célt. Jól eltalálni, sokszor, érted? És aztán ez meghozta a siker, de egy pillanatig én nem vágytam, benne nem volt ilyen, hogy a siker, vagy nem volt ilyen, hogy én a boldogságra vágytam volna. Te hallottál te olyan gyerekről, aki a boldogságra vágyik? Tehát létezik olyan gyerek, aki a boldogságra vágyik? Nem vágyik rá, ő boldog. Mert ő boldog. Benn él ebben a dologban, érted? Mm-hmm. És hogyha ha valamit jól csinálunk, tehát ha valamit jól csinálunk, szeretettel csinálunk, akkor vagy boldogok leszünk, vagy nem. És megint megérkezett, itt van. Most nem tudom, látszik most? Ha megengednéd, hogy ő is nyilatkozzon egy kicsit. Tudod, mi látszik ebből az a feltétel nélküli szeretet, amit adsz ennek a drága kis madárnak, és az a feltétel nélküli szeretet, amit sugárod visszafele feléd. Ez a végtelen bizalom, ami kettőtök között kialakult. Igen, de ahogy mondtam, hogy ez itt ide, hogy minden, akár melyik, hát most, hogyha én innét, ide tudom hívni, tehát szólni tudok a libáinknak, és visszaválaszolnak, mert az anyjuk is itt, a nagyanyjuk is itt született ezeknek a libáknak, tehát ez egy felépített kapcsolat, ezek hosszú együttlétekből alakulnak ki. Úgyhogy a kutyával falkába kell lenni. Na most... Ugorjuk megint egy picit, mert szerintem ez érdekes lehet esetleg a hallgatók számára, hogy minden élőlény más, és minden élőlénynek megvan a maga természete, és ami a legtöbb élőlényre jellemző, ami az én környezetemben van, az, hogy falkában él, ménesben él, gulyában él, ez a bivajok messze vannak, most nem látjuk a bivajokat, de vannak bivajok, vannak szürkemarrák, amik ugyanúgy hozzátartoznak a területhez. És ezeknél az állatoknál van egy hierarchia. Tehát a ménesben van egy karizmatikus vezető, ez általában egy kanca, egy tapasztalt kanca. Ugye azt tudjuk, hogy az állatvilágban nincsen a gyöngébbik nem. Ez az embernél van, hogy van ez a szófordulat, hogy a nő a gyöngébbik nem. Az állatoknál nincs. Tehát ott egy csődör meg egy kanca között nincs olyan különbség, hogy a kancában bármiféle gyöngétséget, vagy gyöngeséget, vagy azt veszed észre, hogy az gyöngébb lenne, vagy mondjuk egy farkasnál, hogy ott egy szuka az gyöngébb. Ez az emberre, egyedül az emberre jellemző, hogy így fölosztotta, hogy most aztán én véleményem szerint ennek a genetikának égegyette semmi köze, ez a szocializációval jött így ki, mert a nő elképesztő erővel rendelkezik. Hát az az energia, ami a nőkben van, hogy lehetővé teszi az ő szervezetük, a lényük azt, hogy egy új életet hozzanak a világra, hát ez valami egészen elképesztő. Tehát hol vagyunk mi ehhez? De nyilvánvalóan itt a társadalmi szerepek, ahogy létrejöttek, valahogy föl lett osztva a világ, és minden normális férfi védi a nőt, aki életet ad, és aztán itt kialakult egy fajta munkamegosztás, ami most aztán abszolút fölborult, most a feje tetején van ez a dolog, de ezt hozta. De nagyon fontos az, hogy például a ménesekben kancák töltik be a vezető szerepet. Tehát nincs olyan, hogy ott majd a csődör lesz az a vagabund vezérállat, aki viszi. De egy biztos, hogy bármi is viszi ezeket a kis állatokat, mindig a legrátermettebb lesz a vezető. Tehát egy farkas családban nem a legalkalmatlanabb fogja vinni. Most megint ez csak az emberre jellemző, hogy az ember az egyetlen olyan élőlény, aki a nálánál hülyébbet tudja követni. Ez az állatokra egyáltalán nem jellemző. Itt nagyon fontos a rátermettség. Hát ugye láttuk a kutyákat, láttuk a libákat, a legelő lovakat, ezek a disznó kondába van, ők is kondába lévő állatok. Ez nagyon fontos tudni például egy lónál, mert
a lónak az idomításában, a lónak a tanításában ennek nagyon fontos szerepe van, hogy ő el tud engem fogadni, mint dominást. Tehát elfogad, mint dominást, és attól kezdve végrehajtja az utasításaimat, azért, mert ő genetikailag predesztinálva van erre, hogy valahol ő a rangsorba egy helyet foglal el, és mindenkinek aláveti magát, aki fölötte áll, és jó esetben én a rangsorba egy olyan pozíciót tudok kitölteni, ami fölötte van, de ez természetesen, hogy értse mindenki, hogy mit mondok, nem az a jó lovas, akit nem tud ledobni a lova, hanem az a jó lovas, akit nem akar. És azért ebben bent van az, hogy nekem itt egy abszolút bizalmi kapcsolatot kell felépíteni, ami a bizalmon és a tiszteleten, tiszteletre épül. Na most van egy élőlény, ami más. Tehát ez a más élőlény, kérlek szépen, hát a holló. Na most mindaddig, amíg a lovak, mikor megérkezik ide egy csikó, akkor ő addig verekednek a többi lóval, ami itt van, amíg ki nem alakul egy rangsor. És ha kialakult a rangsor, akkor ezt tartják. A hollónál nincs rangsor. Ott nincs rangsor, ott vagy én megyek, vagy te. A territoriális állatok, és ez, hogy ő itt lakik, ez kizárja annak a lehetőségét, hogy itt megjelenjen még egy holló, nemhogy az, hogy itt bármiféle rangsor fölépüljön. Tehát ez nagyon, nagyon fontos tudnunk azt, hogy miként kezeljük ezeket az állatokat. Az, hogy ő engem elfogadott társnak, ez elsősorban én azt gondolom, hogy nem akarok túl szentimentális lenni, nyilván van egy nagyon jó viszony köztünk, de azért én elsősorban egy táplálékforrás vagyok a számára. Én a biztonságot jelentem, azáltal, hogy ő itt él velem. Na, hát szóval így vagyunk mi. Van egy nagyon érdekes eszmefuttatásod volt, hogy mennyire tudna a társadalom változni, hogyha nem megvásárolt pozíciók szerint alakulnának ki a vezetőink, hogy fel tudnánk nézni rájuk, és tudnánk követni őket, mert alapvetően bizalmi válság van az egész emberiségben. Ha már 10 összejövünk, 10 ember nem tud egyfajta véleményt kialakítani ma Magyarországon, de külföldön hogy van, erről én hagyd ne nyilatkozzak. És ugyanakkor teljes egészében ez a kiválasztódás, tehát annak idején, hogyha visszatérve a lovaidra, hogyha az a kanca nem találja megfelelően azt a csődöt, úgy rúgja le magáról, mint a szél. Nem fog hagyni, hogy egy olyan egyedet hordjon ki magába, ami egyébként életképtelen, és nem a legjobb ebbe a közösségben. Ugyanakkor az ember ezt teljesen feladta, ezt a dolgot, és életképtelen ivadékok jöttek létre. A GDP tartja a siker forrásának, nem a boldogságot. És egy teljes egészében felborult értékrendszer szerint az ember sem már az ősi ösztöne szerint választja meg a társát, választja meg a barátait, választja meg azt a közösséget, ahova tartozik, hanem egy egyszerű anyagi érdek vezérli minden szempontból, és ez felülír mindent, ami viszont a természet rendjéhez tartozik. És ha ezt a metódus nem tudja feladni, tehát azokat az alap mintákat, sémákat, amit elmondtál ebbe a fél órába, ezt nem tudja visszavinni az életébe, akkor esélytelen arra, hogy ő tovább tudjon menni. Erről szeretném a véleményedet. Hát nézd, ezek a létezés nagy kérdései, tehát az ember intelligenciájánál fogva alkalmas volt arra, hogy ebből a fajta szelektív rendszerből ki tudjon lépni, és nagyon, nagyon érdekes átalakuláson ment át. Ennek rengeteg pozitív hozadéka van, hiszen megjelenik az ember szótárában az irgalom, megjelenik az ilyen típusú viselkedés, tehát ez az állatokra egyáltalán nem jellemző. Tehát rengeteg dolgot meg tudtunk mi valósítani, amire büszkék lehetünk kulturálisan, de Isten igazából ezeknek a használatával van a probléma. Mégpedig véleményem szerint az alapvető, és megint hat térjek vissza a lovasi jászathoz, ugye én mindig úgy vagyok, mint az a tűzoltó, akit megkérdeznek, hogy meg tudnám mondani, mi a különbség a nagybőgő meg a hegedű között, mire a tűzoltó vágja rá választ, hogy hát a nagybőgő az tovább ég. Tehát én is innét a lovasi jászat szempontjából közelítek meg minden. Ugye egy felismerést már mondtam, ez a felismerés pedig a célra való rugalmas kapcsolat, de van még egy a lovasi jászatban.
Ez a kettő legmarkánsabb az életemnek, mondhatom azt, hogy az alapillérét jelentik, amit innét szedtem ki gyakorlatból, az pedig az összpontosítás. Ugye, mert ha megfigyeled az európai és többnyire világnyelvek a koncentrációt használják, de a koncentráció, ez a concentration, ez sűrítést, egypontosságot jelent. Az összpontosításban van meg az, amit a lovasiászatban követni kell, hogy nekem nem egy ponttal van kapcsolatom, én nem tudok koncentrálni a lovasiászatban, nekem összpontosítani kell, mert ugyanakkor a figyelmet kell fordítanom a lóra, mint a célra. Ugyanis hiába viszi el a figyelmemet a ló, és tökéletes harmóniában, ritmusban és egyensúlyban vagyok a lóval, ha céllal elvesztem a kapcsolatot. Hiába feszítem én az íjamat, és tartom a célra, ha lóval elvesztem a kapcsolatot, ugyanúgy kibillenek. Tehát vagy a lóval, vagy a jó találat csak akkor jön létre, amikor képes vagyok az összpontosításra, és mind a lóval, mind a céllal azonos kapcsolatban vagyok. Na most ez nagyon nehéz. Tehát ez borzasztóan nehéz. Ugye mi azt mondjuk, hogy nem látom a fától az erdőt, vagy azt mondom, hogy nem látom az erdőtől a fát. Tehát valamilyen irányba megyünk. Ez társadalmilag azt jelenti, hogy vagy az egyénre koncentrálunk, vagy a közösségre koncentrálunk. Tehát ezek a nagy közösségek, ezek könnyen fordulhatnak diktatúrába, egyszerűen bele gyalulom az egyént egy sablomba, és semmit nem fogadok el, ami nem passzol ebbe a sablomba, és létrejön egyfajta élhetetlen diktatórikus társadalom. Vagy megjelenik ez az anarchia. Az anarchia, amikor elkezdem az értékeket relativizálni, deheroizálok, relativizálok, csak az egyén számít, és ez ugyanolyan problémát jelent. Tehát és azért boldogulunk mi nehezen, mert ez egy nagyon nehéz képesség, az összpontosítás képessége, hogy én úgy tudjak egy társadalmat felépíteni, úgy tudjak egy közösséget felépíteni, hogy azonos hangsúlyt fektetek mind a közösségre, mind az egyénre. Tehát nagyon fontos az, hogy egy beteg közösségben nem tudod az egyént meggyógyítani. Tehát nem tudod az egyént meggyógyítani, a közösség beteg. Mit értek ez alatt? Ha beviszem az édesség automatákat az általános iskolába, akkor ne csodálkozzak azon, hogyha cukrozott üdítőitalokat, csokoládékat, trash foodot fogyasztanak a gyerekeink, hogy cukorbetegek lesznek, hogy allergiásak lesznek, hogy mindenféle probléma eléri őket. De hát ez egy jó üzlet, nem? Tehát ez nagyon jó üzlet bevinni ezeket az automatákat az iskolába, és mindaddig, amíg ez üzlet, és mindaddig, amíg a tőke fölülír mindent, addig nem tudok egészséges társadalomról beszélni. Tehát nem tudom, a gyerekemet se tudom kiszedni. Tehát nincs olyan, hogy egy ilyen beteg társadalomban majd a te gyereked nem fog kólát inni, meg a te gyereked nem fog csokoládét enni, meg a te gyereked nem fog ilyen appal facebookozni, mikor azt látja, hogy mindenki azt csinálja. Tehát az egyén tehetetlen ilyen szempontból, ez csak egy közösség tudná megoldani, hogy mértékletes, hogy megjelenik a mértékletesség, hogy megjelenik az elég, hogy nem csinálok üzletet. Ugye Jézus a zsinagógából kiveri a kufárokat. Hát semmi keresni valójuk Isten házában a kufároknak. Hát ezt mi nem tettük meg, tehát itt azért ezer sebből vérzik a társadalom. Nagyon a gazdaság, nagyon a pénz határozza meg. Hát ezt nagyjából mindenki jól látja. Hosszasan lehet arról beszélgetni, és nagyon sokan hozzá tudnak szólni, hogy mik a problémák. A példa nagyon kevés. Tehát az a példa, hogy megvettem a lábamat ebben a világban, létrehozok egyfajta élhető rendszert, megpróbálom ezt minél több ember számára elérhetővé tenni, megmutatni, hogy figyelj, tehát ez ugyanúgy egy élhető dolog. A különbség az, hogy mi a kényelem oltárán nagyon sokszor feláldozzuk a szabadságunkat, az életszerűségünket, tehát azért az ember kényelmes lény alapvetően, nyekeregni tud, de azért ahhoz, hogy ez a tanya, ez így nézzen ki, ezekkel az állatokkal egy ilyen közösség alakuljon ki, itt 5 órakor indul az élet.
Itt 5 órakor indul az élet, és ez bizony tart, ameddig tart. Majd amikor végére érünk, befejezzük, hiszen ezekről az állatokról itt gondoskodni kell. A tél nagyon erős, amikor nincs melegelő, és etetni kell mindent, hiszen most kint legelnek a ragadozókat kivéve. Aztán van a következő lépcsőfog, amikor befagynak a vizek, akkor már az itatást is neked kell megoldani. Nagyon, nagyon jók ezek a libák, én ezt a parlagi libát sikerült úgy vissza közelítenem a természethez, hogy meg tud élni a természetben. Ez egy jó, gondolj bele, egy óriási dolog, hogy egy nagyon rossz szóval azt mondanám, hogy visszalettek vadítva, de ez egy nagyon rossz szó. Ők megint természetes életet tudnak élni. Ők megtanulták azt, hogy a szigeten tudnak túlélni. Ezen a tavon azért vannak szigetek, mert ezek a szigetek a túlélés zálogai, de nem tud bemenni a róka. Ott költenek, ott töltik az éjszakát, oda húzódnak be, nappal legelnek, és fölveszik a harcot a ragadozókkal, de éjszaka a szigeteken töltik az éjszakát. Igen ám, de jön a tél, és elkezd befagyni a tó. Itt a túlélésnek egyetlen esélye van, hogyha bemennek a tó közepére, és egész éjszaka rugdalják a vizet, és nem engedik, hogy a víz befagyjon. És ezt tudják csinálni, addig, amíg a nagyon nagy hidegek nem jönnek, és amikor ezek a nagyon nagy hidegek megjönnek, ők egész éjszaka úsznak, rugdalják a vizet, a víz nem tud befogyni a mozgás miatt, de kijönnek napközben, már nem tudnak visszamenni, mert egy mínusz 10 fok, 10-15 foknál már befagy a tó, na akkor kell nekem közbelépni, és akkor kell őket zárt helyre bevinni, mert a ragadozók lemészárolják őket. Így is a kint születő libáknak a 10%-a marad életben, ezeknek a kicsinyeknek, a többit elviszik a ragadozó madarak. Igen ám, de amelyik életben marad, az életképes, az megtanulja ezeket a rejtőzködést, megtanulja ezeket az élet taktikáit. Gyönyörűen repülnek ezek a libák. Mikor idejöttek, nem tudtak repülni, és nem tudtak a jégen járni. De topog, mint luda jégen, tudod, van ez a mozgat. De nagyon esetlen a liba a jégen. Kivéve ezeket, mert ezek itt már megtanulták, nagyon, nagyon életszerűek. Nagyon kevés marad életbe, mert már a sarka el tudja vinni, mikor kicsi, a hollók hordják őket, nem beszélve az zölyvekről, és hogyha a rókának lehetősége van, akkor lecsap rájuk. De az, aki életben marad, az képes arra. Tehát megtanulják ezeket a praktikákat, és nem nagyon tudsz beleszólni. Tehát magamhoz vettem fiókákat, én neveltem, vagy visszaengedtem a többiekhez, de ők nem tudtak mit kezdeni ezzel az élethelyzettel. Ő kint töltötte az éjszakát. Az volt az egyetlen éjszaka, amit kint töltött. Mert a ragadozók lesben állnak, és azonnal elviszik őket. Nagyon érdekes példabeszéd ez, amit mondasz, és aki megnézte a Lovasi Jász című filmet, az egy fantasztikus oktatófilm szerintem minden nemzedéknek és felnőttnek. Én most elképzeltem az ember visszavadítását, vagy rosszót, tehát a természethez való visszaközelítését, hogy ha ezt a gondolatot végigveszik, akkor az első éjszaka lenne nekünk is a természetben, amikor megmaradna az ember. Tehát lehet látni, hogyha ezt a mostani kalitkát, ugye hívjuk ott ezt a jellegi rendszert, a szabadságra cserélnénk föl, két dolog lehetne. Hát ez az irgalom, ez nagyon érdekes dolog, amikor látjuk, hogy abban a pillanatban az emberek elvesztik a bilincseiket, akkor általában a káosz irányába fordulnak, és nem a békés harcos útját akarják élni. Ugye a káosz is egy érdekes dolog, mert amikor egy sejt osztódni akar, először a határfelületeken káosznak kell lenni, hogy abból valami új dolog kialakuljon. És most az ember életében is, hogy visszatérjen az ősi gyökereihez, a természet rendjéhez, valamilyen módon a vadlibáknak a sorsára kell jutniuk, hogy azoknak kell tovább menni, akik életképesek ebben a világban is. Ez egy nagyon durva példa volt, de tökéletesen jellemzi az előttünk álló helyzetet, hogy kik a túlélők a következő világban, akik vagy becsipeltetik magukat, és birkaként bekötve élik az életüket, vagy a szabadságot választják, de lehet az első éjszaka az utolsó éjszakájuk. Hogy látod ezt a kérdést? Nem, a világ folyásától nem tudunk elszakadni. Tehát ez a 21. század, ez hoz magával mindenfélét. Hozza az 5G-t, a 6G-t, a vírusokat, ezt a fajta fölgyorsult életmódot. Tehát nem tudsz kiszakadni ebből a dologból, egy óriási sodrásba vagy. Nézd, ha nincs Isten, akkor a materialistának nagyon egyszerű dolga van, mert az anyag az, ami irányít.
Ha van Isten, az egy nagyon nagy problémát vet föl, mert ugye a baj nem azzal van, amit nem tudunk, hanem azzal van, amit rosszul tudunk. És mondjuk van Isten, akkor a vallások nem jó útmutatást adnak, akkor nagy szarba vagyunk. De egy biztos, hogy ha van Isten, akkor az egy magasabb intelligencia. Én azt gondolom, hogy van. Tehát én azt gondolom, hogy létezik egy világot mozgató magasabb intelligencia, de hát milyen rálátásunk lehet nekünk? Tehát most láttad ezt a malackát ott bent feküdni, tehát mit fog ő abból föl, amit mi most éppen itt csinálunk? Tehát mit fog föl ebből a világból, amiben ő van gyakorlatilag? Hát ha van egy fölöttes intelligencia, akkor az ember alkalmatlan arra, hogy annak a szándékát kilesse. Alkalmatlan arra, hogy megtudja azt, hogy most az Istennek mi a szándéka az emberrel. Nem tudjuk, hogy hova fut ki ez a dolog. Én azért fontosnak tartom, tehát térjünk vissza az összpontosításra. Tehát azért, ami probléma, az az összpontosítás hiánya. Mert Akinói Szent Tamás, ő elmondja, hogy az irgalom igazság nélkül balgaság. Az igazság irgalom nélkül brutalitás. Tehát ő látja ezeket a párokat. Na most a mi problémánk az, hogy kiessünk ebből a harmóniából, és mi már csak az egyiket látjuk. Tehát, ha belegondolsz, akkor vannak az irgalmasok, meg vannak az igazságosok. Holott ennek a két életünket rendkívül befolyásoló tényezőnek azonos súllyal kéne latba esni. De hát hol van az a magasabb intelligencia, ami erre képes? Tehát egy picit azt gondolom, hogy vannak emberi tulajdonságok, amik visszafejlődtek. Most a humán etológusok. A humán etológusok azt mondják, hogy az ember fizikai tulajdonságai épp úgy meghatározottak, mint a lelki tulajdonságai. Tehát föl vagyunk építve, mégpedig úgy, ahogy beszéltem itt az állatokról, hogy a ló ménesben él, a disznó kondában él, a kutya falkában él, viszont a holló ő nem, tehát ő egy egyedüli. Tehát mindenkinek megvan a maga egyedi természete a világban. Így az ember egy közösségi lény. Az ember nagyon szeret közösségben lenni. Van úgy, hogy azt mondjuk, hogy mindenkiből elegünk van, és most már menjen mindenki a francba, és egyedül akarok lenni. Egy darabig, de aztán megyek vissza, azért mégiscsak kell egy társ, lehet érezni ezt a lüktetést, miután én 30 éve vezetek egy közösséget, látszik az ember, hogy vágyik a közösségre, itt van, aztán eljön a pillanat, hogy na most már aztán elegem van, hát itt mindenki megmondják, hogy mit, hogyan csinálják, és akkor kész, megyek, és majd járom a saját utamat, és aztán majd megint jön, és hát van egy folyamatos húzálás, de alapvetően mi közösségi lények vagyunk. Szeretünk közösen gondolkodni, szeretünk valamilyen közösséghez tartozni, ez egy futballklub, vallási közösség, kórus, ez lehet bármi, ott érezzük jól magunkat, közösen alkotunk, közösen hozunk létre mindent. És ez genetikailag meg van határozva. Egyetlen egy dolog változott meg ebben a genetikában, ez pedig a hűség. Ez nincs. Ez olyan mértékben erodálódott, hogy ma már homeopátikás mennyiségben van jelen az emberben, és ez folyamatosan lugozódik ki. És ez óriási hatással van a társadalomra, mert ha látjuk, ha megnézzük azokat az erőket, amik egymásnak feszülnek valójában, ezek mellett a tektonikai lemezek mellett történnek, mégpedig a globalizmus és a nacionalizmusnak az egymásnak ütközése. A globalizmus arra épít már, hogy ez a kohézió megszűnt, ez a hűség már nincsen, és erre épít föl egy társadalmat. A nemzeti gondolkodás pedig még nosztalgiázik ezen, hogy itt egy szorosabb összetartozás építi a falat, de azt látjuk, hogy azért a máter már nincs meg. Tehát egy nagyon érdekes korban vagyunk, azért nehéz látni ezeket a folyamatokat, mert úgy még ez is van, tehát már itt van az új, de még itt van a régi is, tehát mi még itt nagyon a stégen az egyik lábunkkal, a másikkal a csónakon állunk,
és hát azt azért lehet tudni, hogy a globalizmus felé fog ez a történet elbilleni. Mégis, hogyha ha lehet tapasztalatokat, konzekvenciákat levonni, azért ez az összetartozás azért erősebb. Megnéztük a vírusnak a különböző hatásait, azonnal visszatért a nemzet, azonnal visszatértek a határok, azonnal visszaléptünk el ez a közösséghez, tehát mi menekülési útvonal azért még mindig megvan számunkra, de erodálódik. Hol van már Dobónak az a beszéde, hogy esküszöm, hogy a vár és az ország védelmére fordítom minden erőmet, minden gondolatomat, minden csepp véremet. Esküszöm, hogy ott leszek minden veszedelemben veletek. Esküszöm, hogy a várat ellenség kezére jutni nem engedem. Sem a várat, sem magamat élve meg nem adom. Föld úgy fogadja a testemet, ég a lelkemet. Az örök Isten taszítson el, ha eskümet meg nem tartanám. Ezek élő szavak voltak. Ezek azok az emberek ezt elmondták, ezek meghaltak az esküjükért. Hál' Istennek Dobó nem, de Zrínyi igen. Tehát ők ezt nagyon komolyan gondolták. Látott te ezt ma? Mutasd te nekem egy Dobót akkor most itt, akire fel tudok esküdni, tudod? Tehát itt vannak, csak a kultúra erodálja őket, tehát a kultúra, és itt most idézőjelbe teszem, hogyha megfigyeled a kultúra, és azok az emberek, akik önmagukat ennek a kultúrának a képviselőinek tartják, ezek deheroizálnak és relativizálnak folyamatosan. Tehát ez az erodációnak az első lépése, hogy most én itt nem akarok pályákat, embereket megnevezni, mert nem ez a cél, hogy megbélyegezzünk itt különböző foglalkozásokat és társadalmi szinteket, de ezt látjuk, ezeket a folyamatokat. Tehát ez jó Dobó, na, tehát igen, de hát azért Dobó, hát tudjuk, hogy Dobó mit csinált, hát kirabolta a Perényi birtokokat Dobó, hát rátört a Perényiekre, és gyakorlatilag hát ez egy abszolút rebellis volt. Ferdinánd király csak azért adott neki lehetőséget az életben maradásra, mert felajánlotta azt, hogy jön a török és védje meg Eger várát. Ezt is lehet, és ez ugyanúgy hozzátartozik az igazsághoz, mint az a beszéd, amit én elmondtam, mert ez az ember megvédte azt a várat úgy, hogy aztán Ferdinánd királynál jelentkezett, hogy hajtsák végre az ítéletet, mikor a király azt mondta, hogy hát most már nem csinálhatok segget a számból, ha én egyszer kimondtam rád a halálos ítéletet, egy dolgot tudok, mindig egy évvel meghosszabbítom. És aztán egyszer későn írta alá, majdnem kivégett. Mindegy. Tehát a történelmet nagyon sokféleképpen tudjuk nézni. Tudom deheroizálni, meg tudom mutatni Dobónak ezt az oldalát, amikor dúlja a Perényi birtokokat, és meg tudom mutatni Dobónak azt az oldalát, hogy bál az Egri vár bástyái mögé, és azt mondja, hogy na gyerekek, akkor itt életünket és vérünket ezért a várért. És mind a kettő igaz. Van egy durva kérdésem felét, hogy bemutattad az egész kis tanyádat, de én nem láttam ott pórázt. Ugye az előbb beszéltünk arról, hogy a Jóisten az nem pórázon vezet az embert, hanem ad neki szabad akaratot. Felülről lehet ránézni, bentől fölfele nem látjuk, hogy ő mit akar velünk csinálni, de ott a vallás póráz, a globalizáció is egyfajta póráz az embereknek. Ha megnézed, akkor az ilyen nemzetállam is egyfajta korlát, póráz. Mi lenne akkor, ha ezeket ugyanúgy, mint a te kis vadlibádait szabadon engednénk póráz nélkül? Nem láttam semmi kutyákon, sehol nem láttam póráz. Mi van az emberiség? Ugye ez a két dolog van most relatív, hogy vagy bekötnek minket teljeségében, lecsipelnek, bekötnek a jászolba, és birkaként éljük az életünket, vagy visszavesszük a szabadságunkat póráz nélkül, de nem lettünk megtanítva, hogy kell igazából emberi közösségeként békében élni egymással. És akkor ugyanúgy én ezt az irgalmat nem igen látom az emberek között, ugyanakkor a 19. században folyamatosan erről szólt, az archaikus embert hozták fel, hogy a vadember az mennyire természetközeli lény, és kiderült róla, hogy a civilizációba elkerülve ez a vadember gyilkos, és nem a szeretetről, nem az irgalomról szól, hanem a folyamatos gyilkolászásról. És az emberben benne van ez az ősállat is, a majom benne van az irgalom, az isteni lénye is, és most annyira
érdekes alternatívák nyílnak meg előttünk, mert hogy lehet látni már sok szinten a lázadást, nem Magyarországon, hála jó Istennek, látom Amerikába, jobbra-balra, Brazíliába, hogy ezek az erők el fognak szabadulni, mert a pórázon nevelkedtek ezer éveken keresztül, és mi van abban a pillanatban, ha ma ez az ember, ami elvesztette az önálló gyökereit, póráz nélkül kimegy az utcára? Hát a póráz elengedhetetlen, a póráz fontos, és fontos a kalitka, mert van ennek a hollónak egy volier, amiben éjszaka be tud menni, és ez megvédés. Fontos a póráz, mert ha én kimegyek ezekkel a kutyákkal, akkor a póráz akadályozza meg azt, hogy ne tépjenek szét egy másik kutyát. Kellenek a pórázok, kellenek a falak, kellenek a kerítések, tehát enélkül nincsen. Tehát ez nagyon fontos. Tehát ne gondold azt, hogy a társadalom az úgy néz ki, hogy ezt lerázzuk magunkkal. Ez nem úgy néz ki. A felelősségnek kell megjelenni. Tehát ahhoz, hogy a kutyán ne legyen póráz, az egy rendkívüli felelősség. Az, hogy itt ezek az állatok ilyen szabadon tudjanak legelni, ez egy rendkívüli felelősség. Hát ők a tyúkudvarban vannak, de hát most, hogyha megennék azokat a tyúkokat, tehát itt azért megettek pár tyúkot. Tehát azért az nem úgy van, hogy én szabadjára engedem, csak ezt meg kell értsék azt, hogy ők és itt létrejön egy nagyon, nagyon finom kapcsolat, mert azért az a fajta, ennek a területnek én vagyok a gazdája. És nekem írfarkasaim voltak, ez egy kelt eredetű kutya, egy agár, és én nagyon, nagyon szerettem az eleganciáját, azt az élő lény, de hát a juhaimat ette az egyik. Le tudtam beszélni, három írfarkas volt, az egyik az nem tudta meg ebben, olyan erős volt az ösztön, hogy rendszeresen ölte a juhaimat. Viszont akkor a konfliktusba került a gazdájával. Hát te nem eheted meg a juhaimat, de az ösztön erős, megeszem, és ez az állat belepusztult. Ez állat belepusztult. Tehát itt azért a kutyánál két nagyon fontos dolog van. Az egyik a mozgás, tehát nagyon sokat, ezek rengeteget mozognak a farkasok, nagyon sokat mennek, tehát mozogniuk kell. Nem az a mozgás, hogy van egy nagy kert, hanem velem. Nem tudom megúszni. 5-kor kelek, és most már nem az istállót takarítom, most viszem a kutyákat, és gyors körbejárjuk a birtokot, ez nem sok, ez egy fél óra, átmegyünk mindenen, és amikor már kifutottuk magunkat, kimozogtuk magunkat, akkor megkapják az ételt, mert ez a mi közös vadászatunk, tehát egy nagy mozgással összekötik az ételt, tehát valamit tettünk, körbejártuk a területet, leellenőriztünk, mindent megfutottunk, és most megesszük együtt a reggelinket. Tehát ez egy közös rítus. A másik a fegyelem. Tehát nagyon fontos tudni az, hogy az ő szabadsága ott ér véget, ahol az enyém kezdődik, és fel kell építeni ezeket a rendszereket. Tehát nincs ilyen rendszer, hogy dobáljuk el, bontsuk le a kerítéseket, dobáljuk el a pórázokat, mert egyszerűen ez azt feltételezné, hogy itt egy ilyen csettintésre mindenki megvilágosodik. Nem, hát te lebontod a kerítésedet, ezt egy másik ember lehetőségnek látja arra, hogy téged kiraboljon. Érted? Tehát, hogy engedjük szabadon a kutyáinkat, tehát ez a harci kutyákat arra ösztönzi, hogy megöljék az összes kutyát, ami ott szabadon mozog. Tehát nem olyan, nyilvánvalóan a cél az, hogy én ezekkel a kutyákkal meg tudjak jelenni, és ne tépjenek itt szét mindenkit, de ez egy iszonyatosan nehéz feladat, hogy te majd, amikor ide bejössz az én jelenlétembe, akkor téged ne tépjen szét, viszont mindenki más szét fog tépni, aki úgy jön ide be, hogy nem jelentették be. Tehát ezek nagyon kényes kérdések, nagyon óvatosnak kell lenni a felelősség és a szabadság egyensúlyával. Felelőtlen embereknek nem szabad szabadságot adni. Hát azonnal vissza fognak vele élni. Hát azonnal tönkre teszik ezt az eljön, mint ahogy teszik tönkre. Tehát a bolygó tönkretétele az a felelőtlenségnek köszönhető. Hát nem gondolnak abba bele, hogy mit ártanak. Ez egy csodálatos bolygó. Hát látod, ezt a kis egyszerű
tanya itt a Zselicben, és mégis mekkora csoda, hogy itt milyen jól vagyunk együtt, és milyen boldogságban. Hát ezt ki lehetne vetíteni az egész bolygóra. De ott nagyon sok embert rácsok mögött kéne tenni ahhoz, mert nem, egyszerűen nincsenek azon a szinten. És ez egy óriási hiba, tehát visszatérve a kínói Szent Tamáshoz, hogy az irgalom és az igazságosság milyen arányban van, ezeket az aránypárokat a szabadság és a felelősség ugyanígy vissza kell hozni, mert ez egy nagyon bonyolult rendszer. Tehát ez nem úgy működik, hogy na akkor fusson mindenki, amerre lát. Egyrészt, tehát az emberek nagy százaléka alkalmatlan önálló irányok felfedezésére, tehát nem alkalmas. Tehát az emberiségnek egy bizonyos százaléka alkalmas csak arra, hogy irányt tudjon mutatni. De ugyanez a helyzet az állatvilág. Egyszerűen ő nem rendelkezik azokkal a képességekkel, nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, és nem is akar, nincsenek ilyen ambíciói, hogy ő most bárkit, még a saját életét se tudja irányítani. Nem szép dolgok ezek, amiket én mondok, de ezek az én tapasztalataim. Ez azt jelenti, hogy rendszerhiba van, és hogyha rendszerhiba van, akkor a hatodik civilizációnk is elbukik, mert ugye tudni kell, hogy ez nem az első próbálkozása volt itt az embernek, aztán 1000 évig mindig csönd van, és akkor újra kezdik. Viszont én hittel vallom, és akronimi Szent Tamásra hivatkoztál, hogy azt mondja, hogy Isten minden a mindenben. Tehát, hogyha a teremtő nem csinált selejtet, akkor az ember sem lehet selejt, mert amit itt elmondtál, ez egy olyan vízió, ahol az emberek folyamatosan be vannak kötve, és korláton vannak tartva. Én nem erre fizettem be. Tehát, hogyha ha azt elfogadom, hogyha az emberek között is kialakul az a egymás mellé rendelő rendszer, ahol én fölfigyelek rád, és elfogadlak téged, mint vezetőmnek, hűséget esküszök rád, és ha jön az ellenség, megvédik. Tehát, hogy ez a része, ez a hierarchia, vagy egymás mellé rendelő szeretet, ez működik. De az, hogy az ember csak pórázó lehet tartani, és folyamatosan a hülyéket be kell újból zárni, ez nem perspektíva az embernek, mert azok a hülyék egyszer kitörnek onnan, és előre kezdődik az irgalmatlanság, nem az irgalmasság. Tehát de hát ebben élünk. Tehát gyakorlatilag, ha megfigyeled, akkor hát a társadalomnak pontosan ez jelenti a problémáját, mert minden társadalom egy keretrendszer, és van, aki ezt jól kitölti, ezt a keretet, és köszöni szépen megvan, és van, akit meg feszítenek ezek a keretek, és hát ebből vannak a társadalmi feszültségek. Nem baj. Tehát először is én nem hiszem azt, hogy az ember ez egy tökéletes dolog lenne. Miért lenne az? És miért kéne nekünk ilyen dolgokat elhinni, hogy minden tökéletes? Dehogy. Tehát vannak jó szándékú emberek, vannak rossz szándékú emberek. Hát annyi minden van. Nézd, én most nem akarok ebbe belefolyni, de a Monty Roberts, akit már említettem, a suttogó, aki a Join Up, a csatlakozás programot dolgozta ki, és egy csodálatos kapcsolatot épített föl a lovakkal. Nagyon sokan őt lovas szakemberként apostrofálják, de ő részt vesz a posztraumás stresszben szenvedő amerikai veterán katonáknak a rehabilitációjában. Én részt vettem ilyenen. Tehát ha te azt mondod, hogy nincs selejt az emberben, meg nincs rossz, hát akkor el kéne jönnöd egy ilyen tanfolyamra, hogy a háborúkban mik történnek. Tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy rajtunk van egy vékony zománc réteg, ez a kultúra, ez úgy pattogzik le, mint hogyha ott se lett volna. Tehát azok az emberek, akik részt vettek ezeken a tréningeken, volt amelyik meg tudott nyílni, volt amelyik nem, de ott elmesélték, hogy mind mentek keresztül. Én óvatos vagyok ezekkel a kijelentésekkel, hogy itt minden ember jó, meg nincs selejt, dehogy nem. Tehát ott az ember a legnagyobb rossz és a legnagyobb jó. De ez mindenre jellemző, hidd el. Tehát egy házasság az a világ legnagyobb ajándéka és csodája. És a világ legnagyobb pokla lehet. Hát egy család az a legnagyobb pokol lehet. Mire legnagyobb áldás lehet. De hát ilyenek vagyunk, és nyilvánvalóan mindenféle problémánk van, látjuk azt, hogy mennyi gond van a világban, de ha nem lenne gond, az milyen világ lenne? Uncsi. Tehát az minden, tehát pontosan az érdekes, tudod, hogy minden kor hoz magával problémákat. És mi hajlamosak vagyunk olyan infantilizmusra, hogy visszatekintünk a múltba, és azt gondoljuk, hogy az milyen jó volt. Hát
Az érdemit koldusnak született sitván semmiségre pompa vár, árulásult minden szent hitet, s becsületet rúd gyanú aláz, mondja Shakespeare 1600-ban. Tehát, hogy az embernek mindig megvoltak a gondjai, mindig megvoltak a problémái, hála jó Istennek. Én nem szeretnék egy problémamentes világban élni, mert ez teszi életszerűvé, ez teszi a pillanatot csodává, hogy egyszer meghalunk, hogy egyszer ennek az egésznek vége lesz, hogy figyázzunk egymásra, hogy minél több tudást szedjek össze, hogy itt harmóniába tudjak élni ezekkel a kis élőlényekkel, mert még biztos, hogy mindig hozzá lehetne tenni, még mindig lehetne tanulni ezekből a dolgokból. Ilyen a világ, tele van problémákkal, tele van lehetőségekkel, hogy én ezeket a problémákat meg tudjam oldani. De én nem hiszem el azt, hogy minden ember jó. Én nem hiszem el azt, hogy az Isten nem csinál selejtet. Nem. Miért hinném el? Tehát, hogy miért gondolod azt, hogy bele tudunk kapaszkodni ilyen dolgokba? Ez van. Tehát itt szembe kell néznünk ezzel a világgal, amiben élünk, és ebben a 21. században tegyük meg azt, amit legjobb tudásunk szerint meg tudunk tenni, és nagyjából ennyi. De nézd ide, tehát én nem vagyok egy forradalmár. Tehát én látom azt, hogy a Titanic süllyed, de én látom azt is, hogy vannak mentőcsónakok. Én hiszek ezekben a mentőcsónakokban. Én hiszek abban, hogy kis emberi közösségek alkalmasak értékek átmentésére. Tehát minden feje tetejére állhat, itt kicsavarodhat, és már nem tudják, hogy fiúk-e vagy lányok, és itt sok minden lesz. De mindig lehetnek közösségek, mindig lehetnek olyan kis közösségek, amik képesek emberi értékek átmentésére. Lehet, hogy a nagy közösség nem. Lehet, hogy a nagy közösség sodródik. De lesz egy kórus, lesz egy kis vallási közösség, lesz egy kis egyesület, vagy valami, ahol a józan értékek mentén működnek az emberek, és valami szépet és jót át tudnak örökíteni. És biztos lesz bent, hogy ez is lesz, az is lesz. Na, nagyon szépen köszönöm. Ez igazából zárszó is lehetne, illetve az is a te részedről, hogy kettő gondolatot szeretnék elmondani. A mentőcsónakot se érdekes, nem tudsz tovább menni 2-3 napnál víz nélkül, hogyha nem jön a Petőfi gőzös, aki fölvesz, és ugyanabban a rendszerben vissza-vissza, honnan elindult a Titanic. Ez első gondolat. Hogy a Jóisten nem csinál selejtet ebbe, hagyj vitatkozzak veled, mert ott van az emberi test, amit megpróbálunk kovácsolni mindenféle hülye gyógyszerekkel, ami nem meggyógyítja, hanem csak a tüneteket eltünteti. Ugyanakkor, ha megismernénk az isteni alkotás igazi csodáját, akkor tökéletes öngyógyító rendszerek tudnának működni, mert a Jóisten, ez a saját véleményem, nem csinál selejtet. A másik az a gonosz emberek. Az a helyzet, hogyha olyanféle gondolkodásmódot, olyanféle lelki életet tartasz fenn magad környékén, hogy idő múlva meg fogod figyelni, hogy ezek az irgalmatlanok, ezek a gonosz lelkek egyszerűen elkerülnek. Tehát tudsz egy olyan mezőt kitalálni, vagy szigetet, ahogy te fogalmaztál, ahol már azokat az embereket vonzod be, akik hasonló gondolkodásúak, hasonló érzésűek, mint te, és gyakorlatilag megélitek azt a csodát, ami van, és azt el kell felejteni, hogy ezeket a kis közösségeket, ezeket a nagy rabló bandák el tudják bármikor pusztítani, mert ezekből a kis közösségekből, kis mentőcsónakokból kell egy olyan emberi világnak kialakulnia, ami az egész földanyával közösen élve valami, mert én a boldogságra fizettem, mert nem a síralom völgyére, mint sok ember mondja, hanem a békére és a boldogságra. Most úgy tisztességes, hogy egy viszontválaszt. Egy órája beszélgetünk, hogy egy órája sokat nagyon kíváncsi. Én csak megadom Istennek azt a lehetőséget, hogy csináljon selejtet. Tehát nem veszem el ezt a lehetőséget tőle. Tehát én hiszek egy sokkal magasabb szintben, de miért ne lehetne meg az a lehetőség, hogy ne sikerüljön minden, hiszen valahol ez a természetnek a része, és hogyha nézzük ezeket a dolgokat, persze most van egy kedvenc koanom, amit te most itt elmondtál szavakban, hogy egy vándor egy városba érkezik, és megkérdezi a bőrstől, hogy itt milyen emberek élnek ebben a városban. Ahonnét te jössz, ott milyen emberek éltek. Ott nagyon jó emberek éltek, látod? Ebben a városban is nagyon jó emberek élnek. Jön a következő vándor, fölteszi ugyanezt a kérdést, milyen emberek élnek ebben a városban.
Hát ahonnét te jössz, milyen emberek éltek? Ott nagyon rossz emberek voltak, na látod, ebben a városban is nagyon rossz emberek vannak. Persze az ember viszi magát, de tudod, amikor elkapják a grabancodat és elvisznek a gulágra, akkor ott azért van némi kényszer. Tehát mind a kettő működik, tehát nyilvánvalóan itt a ne hoz, tehát a ne kanonizáljunk, tehát mi szeretünk hinni egy olyan Istenbe, aki soha nem követel hibát. Én egy olyan Istenbe is tudok hinni, aki követel hibát. Én látom a nagyszüleim generációjának az esélytelenségét arra, hogy vagy Auschwitzbe vitték őket, vagy a Donkanyarba. Én nagyon szerencsés vagyok, mert mindkét nagyapámat a Donkanyarba vitték, és mindkét nagyapám élve hazajött onnét. De nem önszántukból mentek. És az csak a szerencsém múlott, hogy nem vitték őket egy kicsit tovább. De ez szerencse kérdése, de nagyon sokan nem jöttek haza. Tehát van az életnek egy olyan sodrása, és nyilvánvalóan, amire törekednünk kell, az a fajta pozitív gondolkodásmód, ami vissza fog köszönni. És én hiszek ebben, és mindenkit arra biztatok, hogy konstruktív és jó szándékú legyen. És nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és mindenkit üdvözlök. Viszont hallásra. Nagyon szépen köszönöm neked, Lajos, ezt a fantasztikus bemutatót is. Nem beszéltük meg előre, de tényleg csoda volt látni, ahogy te jössz. És nagyon sokan szeretnénk így élni, hogyha lehet, elmegyek egy pár hétre hozzád a Vanajtúró Bogárnak, meg mindent csináljuk ott neked a sajátomat. És azért nem válaszolok most Lajos neked, mert a saját előadásom pont erről fog szólni. Jó. Hogy lehet fölévenni úgy az embernek, hogy tényleg ne a selejt menjen tovább.